Gusti Angilista a virágos kert puha földjében lakott családjával és barátaival. Boldogan rákcsálták a lehullott leveleket, elszáradt növényeket, s mindeközben úgy a föld alatti járataiban, mint metró szerelvény az alagútban. Egyik nap azonban nagy baj történt, megremegett a talaj körülöttük, és beomlottak a járataik. Ég szakadás, földindulás, jaj nekünk, mi volt ez? kérdezgették ilyetten egymástól. Gusti még jóformán fel sem eszmélt, amikor emelkedni kezdett egy földarabbal együtt, mintha liftezett volna. Hirtelen nagy világosság támad körülötte, majd fejjel lefelé visszahuppant a talajra. Szent vakontúrás! Mi történik itt? Földrengés van? kérdezte szédülten. Földrengésről persze szó sem volt, csupán Karcsi bácsi ásta fel a kertjét, hogy a palántáit kiültethesse a szabadba. Belevájta az ásóját jó mélyen a talajba, majd kiemelve visszaforgatta a földet, hogy ami eddig alul volt, az most felőre kerüljön, s levegőzzön. Hó, hó micsoda húsos giliszta! Jó lesz ebédre az éhes fiókámnak, kiáltotta Robia a fekete rigó, aki ott sertepertélt bácsi ásója körül, finom falatokra várva. Segítség, nem akarok madártáplálék lenni, kiáltotta rémülten Guszti, és igyekezett gyorsan visszafúrni magát a talajba, de a rigó gyorsabb volt nála. Éles csőrével felkapta, s már repült is vele a legközelebbi faágra, hogy felaprózza fiókáinak. Guszti nem adta könnyen az életét. Minden erejét beleadva tekerget, ficánkolt, még végül sikerült kicsusszanni a rigó csőréből, és egy jól irányzott lendülettel fejest ugrott a komposztba. Ez a puha földdel és száraz levelekkel töltött, lécekből ácsolt láda éppen a fa alatt állt. Guszti egy pillanat alatt belefúrta magát a törmelék közé. Robi a rigó csalódottan röppent a láda szélére, egy darabig éles szemmel figyelt, de mivel nem észlelt több mozgást, feladta a keresést, és újabb zsákmány után nézett. A komposzláda lakói felfigyeltek a becsapódásra. – Oda nézzetek, új lakótársunk érkezett, gyerünk, ismerkedjünk meg vele! – biztatták egymást. – Jó napot kívánok, bocsánat a zavarásért, Guszti vagyok, a földi kiliszta. Egy rigó menekültem meg éppen, dadogta zavartam. Szia, Gusti, üdvözlünk körünkben! Ne félj semmit, most már jó helyen vagy. Igaz, kemény munka vár rád, de ha szorgalmasan dolgozol, elnyeled a jutalmadat, biztatták a többiek. Ez itt százlábúzózó, az meg szúszi, az áskarák, én meg katka vagyok az atkalány. Olyan ez a hely, mint nyűsgőgyár, Mindenkinek megvan a maga feladata. Hasznos baktériumokból van a legtöbb, meg olyan icipici gombákból, hogy szabad szemmel nem is lehet látni őket. Igaz, itt egyébként is sötét van, de így is mindenki tudja és teszi a dolgát. Nekem mi lesz a feladatom? kérdezte Guszti. Az, hogy szellős járatokat készíts, miközben jókat falatozol az itteni finomságokból. Ezzel porhanyítod a talajt, és hozzájárulsz a komposzt éréséhez. Tudsz ennél jobb állást? Nem hangzik rosszul, de mire jó mindez? kérdezte Guszti. A kész komposzttal Karcsi bácsi termékenyé varázsolja a kiskertjét. Ha feldolgozzuk a kerti hulladékot, akkor kevesebb lesz a szemét, és nem kell eltüzelni. Így a levegőt sem füstöljük tele. Jól hangzik, de hogy kerülök haza innen? A komposzt sok emeletből áll, olyan, mint egy toronyház. Most a tetején vagyunk, ha jól teljesíted a feladatod, akkor mindig lejjebb léphetsz egy szinttel, ahol egyre finomabb rétegekbe érsz. Legalul van a kéz, érett komposzt, s ott van a kijárat is. Azt elérve kiszabadulhatsz és hazatérhetsz a szeretteidhez, de ahhoz még nagyon sokat kell dolgozni, hogy ezt a szintet elérhessd. Mennyi idő kell ehhez? kérdezte Guszti. A jó csapatmunka a titka mindennek. Vannak olyanok, akik évekig szöszmötölnek a feladattal, másoknak néhány hónap is elég. Vagy néhány hét, kacsintott Zozó a százlábú. Segítenétek nekem, szeretnék minél előbb hazajutni, nézett kérdően Guszti új dönsült barátaira. Nagyon szívesen, válaszolták kórusban. No, akkor lássunk munkához, kiáltotta Guszti lelkesen. Minél hamarabb, annál jobb. Nézd, ez itt a barna szint, a száraz levelek és az aprított ágak szintje, magyarázta Szuszi az ászkarák. A következő pedig a zöld, vette át a szódzozó. Ide kerül a levágott fű és a konyhai hulladék, még a tojáshéj is. Húzódjunk lejjebb, mert esik az eső, javasolta Guszti. Ó, ez nem eső, nevettek fel a többiek. Karcsi bácsi időnként meglocsolja egy kicsit a komposztot, hogy ne száradjanak ki a rétegek. Ekkor valami kemény koppant Szuzi fején. – Ez meg mi volt? – nézett fel ilyetten. Egy csont! – kiáltott fel meglepetten Katka, az atkalány. – Kidobhatta bele a komposztba. Karcsi bácsi sem tenne ilyet. – Miau! – Visszaadnátok a csontomat? Véletlenül ejtettem a ládába, amikor Blöki felkergetett a fára, magyarázkodott Sámli, a macska. Gyertek, segítsetek kidobni ezt a csontot innen, hívta a többieket Katka. Guszti, Szuszi, Zozó és Katka összefogóckodtak, és addig húzták, cibálták a csontot, amíg végül ki tudták tuszkolni a láda deszkái között. Na végre! Nem való a csont meg a hús a komposztba. Megrontja a rendszert, magyarázta Gusztinak Katka. Jobb helye is van nálam, köszönte meg hálásan a visszakapott csontot Sámli. Gusti és barátai belevetették magukat a munkába. éjt nappal látéve dolgoztak, hogy a kerti és konyhai hulladékot értékes termőföldé humusszá alakítsák. Néhány hét múlva Guszti azon kapta magát, hogy már a láda legalsó rétegét furkája. Egyik nap Karcsi bácsi hangját hallotta. Na hát, micsoda jó minőségű komposzt érlelődött a ládában, még soha nem készült el ilyen gyorsan. Mondta csodálkozva. Fogott egy lapátot, és a láda aljából elkezdte a kész homuszt a virágos kertbe lapátolni. Százlábúzózó, szuszi az ászkarák, és katka az atkalány oda kiáltotta a gusztinak. Itt a nagy pillanat, gyorsan furd magad a kiárat közelébe! Guszti ügyesen elhelyezkedett az egyik kupacban, s nem kellett sokáig várnia, Karcsi bácsi ezt a kupacot is lapátra rakta, a benne gubbasztó giliszta gyerekkel együtt. Még annyi ideje volt, hogy visszakiáltson barátainak. Köszönöm a segítséget, nélkületek nem sikerülhetett volna. Nagy volt az öröm, amikor a virágos kert földjében Guszti összetalálkozott, rég nem látott családjával, barátaival. Azóta is boldogan élnek, még meg nem haltak. A kedven pedig világra szólóan gyönyörű virágok nőnek, köszönhetően a komposztálóban érlet humuszos talajnak.